Rájöttem, hogy a családunk egy festővászon, melyre a legszebb reményeinket festjük. Tökéletlenül és hanyagul, hisz mind amatőrök vagyunk az életben. De ha nem összpontosítunk túlzottan a hibáinkra, csodálatos kép tárul a szemünk elé. És megtanuljuk, hogy nem a kép szépsége érdemli ki a hálánkat, hanem az, hogy egyáltalán festhettünk rá. Szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet a Galagonya Családi Program projektnyitó fesztiválon. Köszöntöm Lőrincini Harászi Andrea református lelkészasszonyt, a program vezetőjét. Köszöntöm dr. Gál Sándort, a nyírségi református egyházmeze esperesét, dr. Karakó László képviselő urat, Gömze Sándor Tiszalökváros polgármesterét, a program szakmai vezetőjét, Szabó Veronikát, mint a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét, Körei Mihályt, a Polgárok Tiszalökért Egyesület vezetőjét, az együttműködő szervezet nevében. Dr. Lovas Zsuzsát, a közmédiából ismert pszichológust, a gyermekvédelmi tréning vezetőjét. Klubok, programok vezetőjét, Lőrinci Juditot, a Baba Mama Klub vezetőjét. A Ficánka Tábor program vezetőjét, a sajtóképviselőit, minden kedves megjelentet, a Tiszalöki Református Egyházmegye presbitériumát, nőszövetségének képviselőit, Tiszalökváros képviselő testületének megjelent tagjait, intézmények vezetőit, megjelent képviselőit, az egyházi intézmények vezetőit és minden kedves meghívottat. Ez a hely ma a család köré összpontosul. Arra törekszik, hogy a helyszínen tartózkodó civil szervezetek, egyesületek szervezésében, kis sátraikban minden jelenlévő jól érezhesse magát. Egy kellemes, tartalmas délután tölthessen el, miközben észrevétlenül elboríthassa önöket az a néha elhalványuló melegség, ami a közösségről, szeretetről, gondoskodásról, figyelemről szól. Mert ezek élnek, léteznek. Hát kezdjék el kitárni szívüket, és engedni a csábításnak. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Az elmúlt pillanatokban a 100-szor szép Magyarett csoportot láthatták a színpadon.